A nevem Dávid, az első magyar zene megfejtő, és ez hát srácok, őszinte leszek, ennek a megfejtésnek már ki kellett volna egy-két hete jönnie, de a hangfelvevő rendszerünk sajnos nem így akarta, így én is tudtam egy pár hetet ülni ezen a mai albumon, és hát meg tudtam nézni végtelen, de tényleg végtelen sok interjút Ádival, és lehet, hogy ezáltal egy kicsit más perspektívába került ez az album, ami pedig Beton Hoffinak a bemutatkozó nagy lemeze, vagy mixtépje, a Comic Sims. Most gyorsan le is lövöm a poént, nem változott meg az interjúk által a véleményem az albumról, és hát mondjuk ez egy kicsit ilyen érdekes szituáció is, hogy ezt én tökre adom, és tökre támogatom, hogy most már egyre több olyan felület van itt a Youtube-on, ami most már úgy foglalkozik uh, magyar zenével, hogy, hogy egy kicsit minőségibb uh, formában, de mondjuk jellemzően ezek általában interjúk, fo, interjú formájába kerülnek uh, fel a netre. Tehát, hogy nem az van, amit mondjuk én csinálok, hogy, hogy megpróbálok így deep dive-olni az album, albumokba, is, és kicsit így részletesebben így kibontani a a dolgokat, hanem egyszerűen így simán, simán egyre több uh, csatorna így meginterjúolja az, az adott eléggé trending uh, előadókat, és ebből nekem az lesz, megmondom őszintén, hogy, hogy így egyre több uh, ugyanazt hallom, és már amikor megnéztem a, a volt finál az Ádit, meg megnéztem a Sajónál, hogy szinte így mindenhol így kb. ugyanazt hallottam, nyilván, mert hogy nem lehet ennyi félét kérdezni, mondjuk tegyük hozzá, hogy zárójában, hogy talán ahol egy kicsit így, így éreztem azt, hogy kicsit így insiderebb dolgok hangzottak el, az a, az a podcast, vagy rádió műsor, tehát ott, ott, mindig olyan, olyan infókat hallok, amiket mondjuk ezekben a kicsit ilyen mainstream helyekben nem hallok, de, de mondom, ez csak zárójel, és, és ugorjunk is be az albumba, mert, mert van mit kibontani. Mint tudjátok, nekem volt a tavalyi évben egy, egy ilyen évvégi összesítő listám, és ott a, ugye az előző videómban a Gegéről volt szó, aki az MVP volt, és így megelőlegezve adatta a Betonhoffinak a, az év Ugyonca díjat. Egyébként itt meg tudják nézni a, a, videót, ha még nem láttátok. És hát az érdekes, hogy ugye, hogy abban az időben azért adtam neki oda az évújoncát, mert hogy viszonyú sok potenciált láttam benne. Igazából csak három vagy négy száma volt, de már abból éreztem, hogy, hogy hú, itt, itt lehet, hogy, hogy lesz valami nagy robbanás, és lehet, hogy egy olyan olyan albumot kapunk, ha végre egyszer megjelenik, ami egy ami kicsit ilyen, ilyen korszakalkotó, kicsit így ily, tudja formálni a magyar, magyar hip-hop, ilyen trap vonalat, és um, nem jártam egyébként messze az igazságtól, nem azt mondom, hogy egy korszakalkotó, de mi, de, minden, de mindenféleképpen egy olyan nemeszt kaptunk, ami, ami iszonyatosan uh, korrekt, és iszonyatosan uh, tehát olyan újítás lett, hogy nagyon, nagyon jól tudta ötvözni a mai modern hip a mai modern trappet, tehát hogy az Ádi egy olyan, olyan, figura, aki kicsit ilyen megváltó, mert hogy, mert hogy ki tudja elégíteni az old is, és ki tudja elégíteni a, ezeket az újsul is trap vágyókat, tehát hogy ő egy, ő egy, nagyon nagy kincs szerintem. Ez a megelőlegezett bizalmam, amit én adtam neki tavaly, ez ezzel abszolút nem élt vissza, sőt, talán lehetett mondani, hogy egy kicsit még így rá is tett egy, egy lapáttal, és egyből így bekerült az itthoni uh, hip-hop körforgás felső polcára, mert hogy tényleg ez a nem, ez egy, egy, annyira, annyira összetett és annyira korrekt uh, Alkutás, hogy igazából menjünk is, is bele szerintem így, így számról számra, mert itt érdemes uh, kiemelni a finomságokat. Tudjátok, a viszkalifának volt a Kusend OG című mixtépje, amivel őkább így berobbant, és akkor ott a cardon voltak ilyen nagyon ilyen elszállós beatjei, és igazából olyan, olyasmi feeling volt nekem egyben az első szám, és uh, és hát nagyon nem is hallottam hasonlókat itthon eddig, tehát hogy ez már önmagában egy, egy iszonyú jó feelinget adott az albumnak, és szerintem egy valami király uh, intro szám. Annak a következménye, hogy egy pár hete tudtam ülni az albumon, az például az, hogy a Powerbank 2, az így felkúszott az én tetszési listámon egy elég magas helyre, mert amikor így először egy pár meghallgattam, akkor nekem nekem az volt bennem mindig is, hogy a, hogy a Powerbank egy, ami, ami egy nagyon-nagyon jó szám, és egy nagyon heavy rotation volt nálam mindig is, és a, alapból egy ilyen, egy ilyen ö, nagy bangernek a, a második része, az mindig azt mondom, hogy hát ezt úgy, nem tudják überelni, viszont ö, ez egy teljesen más folytatás lett és uh, még az első inkább szövegileg volt kiemelkedő itt meg a, a, inkább az egész vibe-ja a számnak, meg az egész beat meg az egész annyira annyira ilyen fülbe mászó a, a refrén is, hogy, hogy tényleg így, néha így, így, azt veszem magamon észre, hogy így dúdolgatom a semmiből magamat, tehát hogy egy abszolút egy kimaxolt dalantapadás feelinget ad ez a szám, tehát ez, ez, jó, hogy ezt, ezt nem az első videóba hangzottakat halljátok, mert akkor nem, nem feltétlenül ezt mondtam volna. Ami viszont változatlan az, hogy az Off-White az egy, az egy őrült nagy hát nem azt mondom sláger, mert ugye ezt nem lehet így slágernek nevezni, de azért, hogyha megnézzük a nézettségeket, akkor ezt látszik, hogy ez azért kiemelkedik az albumról, és nem is véletlenül, mert tényleg baromi jó, meg de ahogy elindul így a beat, szét veszek, meg szétrobbanok. Ettől függetlenül én, én azt érzem, hogy ha bár tök jó társadalom, vagyis hát ilyen fiatalokra, egy ilyen szubkultúra kritika, ugye ez az off white -talás. Én annyira szeretném azt hinni, hogy ez kicsit uh, beszólási direktbe a, a King monroe mert, mert egyszerűen nem igaz, hogy a hogy a, a, a és a, és a Lil meg a krúbit nem idegesíti ez az ilyen, ilyen eszement uh, indokolatlan flexelés. Tehát, hogy értem én, igen, a, a mai fiataloknál is van ez az ilyen, ilyen uh, off-white, meg supreme, meg, meg, minden, ami márkás, az, az, a, az a, menő, de de ah, King Mongroik nálam, nálam annyira, annyira bassza a csőrömet, és, és jó, érzés, jó, érzés, bármilyen King Monro uh, megjelenés alá ezt a, a, a az off white ra szöveget így bekommentálni, tehát így, nekem ez a lelkemnek esett jól. Zárójelben mondanám, hogy ugye a Gege albumon is egy kicsit azt mondtam, hogy a, hogy a Krúbi-nak a, az éneklése, meg ott egy kicsit így kizökkentett a, a, abból a számból, és itt is egy kicsit azt érzem, nem azt mondom, hogy, hogy itt, itt indokolatlan, mert itt egyébként a szavak, amiket mond, az nagyon is, nagyon is helytálló. Csak annyira vártam volna egyébként a Krúbitól, itt egy valami, valami odaszólogatás, vagy, vagy valamilyen kicsit ilyen krúbis verzét, és ezért egy kicsit ez is csalódás, de nagyon bízom benne, hogy egyszer, egyszer ő is ö, bele fog állni ezekbe a témákba, mert hogy ő kicsit úgy érzem, hogy egy kicsit így, így egy a háttérben van még, tehát hogy ő nem, nem vállalja föl sokszor azt, hogy ő, mármint, hogy olyan szövegei vannak, ami egy kicsit így, így ilyen PC, Nyilván, most ezt értjük úgy, hogy hogy tudjuk, hogy mennyire sok elméletegséget mond, de hogy itt direktbe soha nem állt bele az ő kortársaiba, hanem inkább az egyel vagy kettővel fölöttebb vagy alattabb lévő csoportokba. Tehát, hogy, hogy várnék egyszer egy, egy igazi Diszt, de ez csak zárója. Ami számomra egy ilyen, ilyen, ilyen Signature betonhoffi szám, és egy Signature um, száma ennek az albumnak, az egyértelműen a Balkán Freestyle. Ami, ami, szerintem tökéletesen összefoglalja mindazt, ami, ami a betonhofi. Ez mondván ezt, értem ez alatt azt, hogy nyilván klippel nézve, hogy, hogy ez, a, ez, a budapesti éjszakai élet, a, a teljesen ö, ilyen elborult szövegek, kicsit ilyen, ilyen melankólikus, de mégiscsak csak valamilyen szinten ilyen uplifting dolgokat ö, tud ő így összeszedni, tehát hogy ez, ez, tényleg, ha valaki azt szeretné megtudni, hogy milyen MC, meg milyen előadó betonfia számomra, a Balkán Freestyle, az egy egyértelmű egy ilyen kirakat Nem azt mondom, hogy ez a legjobb szám az albumon, de hogy, el, e, hogy valaki el akarja -e kezdeni ezt az előadót hallgatni, akkor ez egy nagyon jó belépő lehet szerintem. A, az album közepe fele vannak ezek a kicsit ilyen, ezek az ilyen csajozósabb, ilyen, ilyen kicsit ö, hát mindenféle ilyen, ilyen párkapcsolati helyzetre reflektálós számai, tandem, anakonda, és ezek nekem nem azt mondom, hogy nem, abszolút nem voltak rosszak, hanem inkább kicsit azt éreztem, hogy, hogy az Ádámnak ez az éjszakai élet, meg ez a, ez a kicsit így saját magamba fordulós, és azt, azt így, így kicsit így a külvilág felé mutatós ö, ilyen, ilyen önreflexiós dolgok, azok, amik jobban állnak. Ezek a nyilván a csajozó szövegek is ö, rendben voltak, meg nem rossz számok egyáltalán, de hogy nekem egy kicsit ebbe az albumba azok nem annyira kiemelkedőek, de jó, jó volt hallani egy új arcot, a realisztikot, ö, jó volt hallani két számba is, és, ö, és abszolút ö, egy olyan előadó, akire majd én is fogok figyelni a jövőben, mert szerintem ö, van benne potenciál, de ettől függetlenül pont ezek a számok, amivel ők benne van, nekem e, személy szerint nem ezek a, ezek a kedvenceim, mert, mert ilyen, ilyenből már hallottam ö, többet. Ami viszont egyetemen highlight, az a, az a Fruit Ninja gegével, és már megint az ő szimbiózisuk, ö, ami ami a, a Gege albumon is, is abszolút kijött, az itt is, itt is kijön, és még mindig tartom egy kicsit azt, hogy ők lehetnek egy ilyen új kezdet fiai feeling, mert hogy tényleg annyira jól kiegészítik egymást, mint flóba, mint szövegbe, tehát hogy, nyilván messze vagyunk ettől, de hogy ez a szám sem, ö, sem cáfolta meg ezt a gondolatmenetemet, és hát nyilván a, a budapesti éjszakáról meg megszövegelni, az, az mindig egy hálás dolog. És itt jegyezném egyébként meg, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy, hogy nekem, aki mondjuk tényleg a budapesti éjszakában nőtt föl, nekem abszolút ö, átélhetőek ezek a szövegek, de hogy mondjuk azt nem tudom, hogyha mondjuk valaki mondjuk vidékről hallgatja ezeket a számokat, hogy, hogy neki nem nagyon, ö, hogy, hogy, át tudja érezni ezeket, mert hogy rengeteg szó van mindenféle kicsit ilyen undergroundabb szórakozó helyekről, meg ilyen belpesti ízteregek vannak benne, és most nem azt mondom, hogy nem lehet átérezni, mert nyilván aki szereti a hip az mondjuk szereti a Westside-os, dolgokat, és azt meg főleg nem tudjuk átérezni de, de inkább, inkább ezt, ezt kicsit ére, éreztem inkább ilyen még jobban ilyen réteg, rétegnek szólásnak, de, de nyugodtan írjátok meg, hogyha ezt én rosszul látom, mert mondom, az a baj, hogy nekem meg, nekem meg tényleg í, így, minden ilyen rím, meg minden ilyen szöveg az abszolút így, így át tudtam maximálisan érezni, és írjátok meg, hogy, hogy ez nektek, aki mondjuk esetleg nem budapesti, annak is anyag mennyire volt átérezhető. Az album vége fele van egy, egy hatalmas nagy, mert egyébként tényleg az egész album ilyen hullámvölgyekbe jön, mert hogy néha megszak, megszakítja az óriási bengöröket a, a Betonhoffi egy-egy ilyen, ilyen magába fordulós, ilyen lassabb, ilyen interlúddal, vagy egy, egy csaladó számmal, de, de hogy a, az album vége az tényleg egy olyan, olyan ö, szinte szabad esés, ami ilyenhez fogható kevés van, mert van a Malév című nekem óriási kedvenc számom, ami, ami után, hogyha ezt a Presser Pici bácsi meg, meghallja, akkor tudja, hogy ö, csörrelni fog neki az SMS az utalás után, mert ugye egy, egy malév szignál szempölt tett bele a kapitány Máté, és hát ez tényleg egy ilyen, kicsit ilyen fellegekbe járás, és, és abszolút feel good, tehát ez szerintem így feel good magasan az album csúcspontja ez a szám, és, és lehet, hogy sokatoknak mondjuk egy ilyen kis és banger szám, az, az jobban csúszott, nekem ez a malév, ez annyira tökéletesen elkapta valamiért ezt a, ezt a nyár, meg ezt a feel good érzést, hogy, hogy nekem ez, ez, ez nagyon nagy kedvencem. És akkor utána egy ilyen iszonyatos szabad esés, és egy szinte egy ilyen zuhanás, és akkor megérkezünk a, az album egyik mélypontjára, mármint feelingbe ez a hard reset, ami pedig. Egyrészt egy olyan, olyan beat kezdődik, hogy amikor, amikor, a kocsiba hallgatom, komolyan mondom, hogy többször volt az, hogy majdnem hogy azt hittem, hogy szétesik az autó, olyan durvák ezek a, ezek a basszusok benne az elején, és ez nekem per pillanat lehet, hogy, a, hogy az év egyik, hanem a legjobb száma. Tehát ez ebből látszik, hogy, olyan a mai világba, a mai hip öm, nem muszáj öm, iszonyat durva szöveget mondani, hanem, hanem az is elég, hogyha kevés szöveget mondasz, de azok mind úgy betalálnak és úgy ütnek, ahogy, ahogy, és olyan érzés, érzés keltenek benned, hogy így mindent át tudsz érezni benne, és ez a szám, ez, ez egyértelműen egy, egy ilyen, hogy, hogy a, tényleg a kevesebb az több, és a beat az brutális, 100 scenes az zseni, és komolyan mondom, ez, ez tényleg így érzésem, akkor, hogy vége van a számnak, akkor így, ilyen nagy üresség olyan, olyan érzetem van, még a 50. hallgatás után is, tehát hogy ez, ez a szám, ez ez, 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 tényleg mindent visz, és felteszi itt erre a tényleg majd, hogy nem hibátlan albumra a, a koronát, és van egy nagyon szép outronk is, de hogy az már, már tényleg csak egy kicsit ilyen, ilyen levezetés, mert, mert a hard dresset az, az, egy akkora űrt hagy utá, maga után, hogy az hogy azt így, így mindjárt így érezzük, a, aki hallgatja a lelkükbe. Ilyen lemeztelenedést főleg első album albumon nagyon-nagyon ritkán ö, tapasztaltam, és hát nyilván kell szerintem az előadóknak ö, egy bizonyos ilyen fejlődés szövegírás szempontjából és hogy ennyire ki tudjanak tárulkozni és az a hihetetlen a Beton hogy ő már tényleg itt a bemutatkozó lemezébe annyira így, így át tudta adni ezeket az érzéseket és így, így kicsit azt érzem hogy így meghallgattam ezt az albumot hogy kicsit jobban ismerem ezt az embert és szerintem ami egyébként nyilván nem igaz, de hogy a zenéje által nagyon közvetlen tudott lenni, és, és, szerintem ez egy nagyon nagy kincs, és nagyon ritka, hogy már egyből az elején valaki ilyet tud nyújtani. Ezért, hát most megmondom szerintem, hogy, 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 de, hogy, debütáló albumra hibátlan ö, pontozást nem adtam még soha, és nem is, szerintem nem is fogok, mert lehet, hogy akkor adnék, hogyha az ilmetiket hallottam volna életemben először, akkor az lehet, hogy az, az egyből 10 per 10, de hogy azt is, kicsit azt is szeretném, vagy azt ö, attól félek, hogy, hogy, a, hogy a betonhofinak kicsit, hogyha már maradunk a külföldi példánál, ö, azt nem szeretném, hogy olyan legyen a pályaivel, mint mondjuk a drake volt, akinek ugye a, szerintem a mai napig a, a legjobb ö, Lemeze, az, a, az a bemutatkozó mixtépje volt a So Far Gone, szóval nagyon-nagyon remélem, és nem hiszem, hogy ez be fog következni, de nagyon remélem, hogy nem az lesz, hogy, ne, hogy itt a, a Beton Hoffinek is ez volt a peak és ezért ezért erre az albumra nyugodt szívvel tudok egy 10 per 9-et robbantani. Én Simon Dávid voltam, Beton Hoffi, Comic 21 2021 és srácok, esküszöm, hogy most nem az lesz ebbe az évadban, hogy minden album 10 per 10, meg 10 per 9, csak egyszerűen olyan jó albumok jöttek most, hogy nem tudok ennél rosszabbat adni, de Léci, küldjetek szar albumokat is, és akkor szívesen beszélek azokról, és csak hogy én mostában nem hallottam egyet sem. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, valamint iratkozzatok fel a csatornára, az előző heti megfejtéseket itt találjátok, amit tudjátok, van Spotifyunk, van Instánk, van Facebookunk, azt is csekkoljátok, jövő héten találkozunk, addig is. Peace!